Autómentes napra várták a böszörményieket szeptember 20-án. A programon elsőként egy mini keresztpálya csábította a gyerekeket, akik a Zöld Kör munkatársainak hála biztonságos környezetben játszva sajátíthatták el a legfontosabb tudnivalókat. Rendszeresen minden évben megjelenünk az autómentes napon, és a mai délelőttön itt egy mini keresztpályát állítottunk fel, ahová vártuk az iskolás és óvodás csoportoknak a jelentkezését. Itt tulajdonképpen a legalapvetőbb és a leggyakrabban előforduló közlekedési táblákat állítottuk fel, amit így megismerhetnek a gyerekek, illetve hogy ugye milyen közlekedési szabályokat kell betartani. Állítottunk fel itt egy körforgalmat, egy szalompályát, és van a különböző tábláink, közlekedési jelzőlámpa is, és ezen keresztül ugye a gyerekek végig mennek, és akkor remélhetőleg egy kicsit jobban rögzül bennük, hogy milyen szabályokat kell betartani. Mit tapasztalsz egyébként? Ez a korcsoport, itt most elsősorban óvodásokat láttunk, mennyire boldogul, mennyire értik és mennyire tudatosult már akár 6-7 éves korra a gyerekek számára a közlekedés alapvető táblái, illetve szabályai? Én most úgy látom, hogy ez elég változó. Nyilván, akit leginkább autóval hordanak, ő kevésbé van ezzel tisztában, de akik rendszeresen akár gyalog, vagy már ugye akár rollerrel járnak az óvodába, vagy az iskolába, őken már azért jobban látszik, hogy ismerik a szabályokat. A programra a Debreceni Egyetem gyakorló óvodájából is kilátogattak gyerekek. A Debreceni Egyetem gyakorló óvodájából érkeztünk a cseresznye csoportosokkal. Ők harmadik éve járnak óvodába, 4-5 éves korosztály. Hát a nemek összetétele az elég érdekes. 18 fiúval és 7 lányjal érkeztünk most ide hozzátok a mini keresztpályára. Mit tapasztaltál, mennyire okozott a gyerekek számára kihívást a keresztpályán való közlekedés? Nyilván kihívást okozott a gyerekek számára, de nem ismeretlen nekik, hiszen az óvodánkban mi szinte naponta szoktunk nekik mini keresztpályát építeni, tehát hozzá vannak szokva, az alapvető táblákat ismerik, de maga a közlekedés az még gondot okoz. Mi jellemzi egyébként az intézményetekben a mai kor emberét, mai kor családjait? Használják a biciklit, mint közlekedési eszköz, vagy inkább jellemző, hogy a kutyafutába és inkább autó? Hát az az igazság, hogy általában autóval érkeznek a családok, tehát én azt gondolom olyan 80-85%-ban az autót használják a közlekedésre. Nagyon kevés család az, aki gyalogosan vagy esetleg biciklivel kerekedik útnak. Szintén az intézményén azt gondolom, hogy számtalan programot szervez a téma kapcsán, így volt ez nálatok is? Igen, így van, tehát törekszünk mi is arra, hogy nem csak az autómentes napon, de a hétköznapokban is próbáljuk a családok és a gyerekek figyelmét az autómentes közlekedésre irányítani. Ebben a témában szoktunk projekteket szervezni, gyűjtőmunkát, nagyon sok beszélgetést és tapasztalatszerzési lehetőséget biztosítunk a gyerekek számára. Répási Bálint nagyon szeret rollerezni, biciklizni egyaránt. Azért, mert nagyon szeretek benne ringázni, mert rollerezni. Miért szeret szerinted? És miért szeret a legtöbb gyerek biciklizni, rollerezni, akár futóbiciklizni? Nagyon szeretem. Itt ezen a pályán többször is végigmentetek. Mennyire volt nehéz? Voltak ismerős táblák? Hát... nem. Milyen gyakran kerül elő esetleg a családodban leginkább a bicikli? Hát inkább a biciklivel szokok menni. És miért szeretsz biciklizni? Hát azért, mert imádok. A Hétvezér utcai óvodából is érkeztek csoportok a rendezvényre. Van egy munkaközösségünk, egy szívkörnyezetvédelmi munkaközösség, és rendkívül módon zászlónkra tűztük a környezettudatos nevelést. Ez a víz, föld, a fák, állatok védelme és a levegő tisztaságának védelme. És ehhez kapcsolódik most ez a rendezvény, és ugye nagyon örültünk neki, hogy a városban is meghirdették, ugye minden évben ezt az autómentes napot csatlakoztunk és jelentkeztünk is, hogy
ezen a pályán mi is szeretnénk hozni a gyerekeket, illetve egyéb rendezvényeire is fogjuk hozni a gyerekeinket, de mi az óvodában is szoktunk egy kis keresztutca kerekezést szervezni, és oda valóban minden gyerekünk részt tud venni, a szülők nagyon aranyosak, mert segítenek nekünk kis rollereket, kis kerékpárokat, vagy éppen kis motorokat hoznak be, és ugye minden csoport egymás után indul, rendőrbácsi segíti nekünk ezt a munkát, és aki szabályosan közlekedett, vigyázott, betartotta a szabályokat, azok a kis érmet ad nekik. De nagyon nagy élmény, még rendőrautó bemutat, és egyéb mozgásos játék és egyéb közlekedési játék szokott még ezen a napon szerepelni. Van. Én úgy gondolom, hogy igyekszünk nagyon forgatagossá, nagyon élményszerűvé tenni a gyerekeknek, hogy megmaradjon bennük, hogy vigyázzunk a levegőre, és járjunk sokat kerékpárral. Rohács Mátyás Levente szerint nagyon fontos az autómentes közlekedés, mert azzal nem szennyezzük a bolygónkat. Azért, mert akkor nem szennyezi a környezetet, meg még nagyon szennyezeti a környezetet a autó, és azért nem kell használni autót. Te a mai napon, hogyha jól tudom, már ki is próbáltad a pályát. Na és mennyire volt nehéz ez a pálya, és milyen eszközt használtál, mivel próbáltad? Futóbiciklivel. Mennyire volt nehéz ez a pálya, amit fölépítettek a zöldkör munkatársai? Nem annyira. Ezek szerint te gyakran elő szoktad keríteni otthon is akár a futóbiciklit, motort, kisbiciklit. Nekünk nincs kis biciklink, hanem csak sima biciklink van, és nagy, és azzal nagyon szoktam, meg még rolleren is szoktam az úton. És szereted ezeket a járgányokat? És ha igen, miért szereted? Azért, mert nem szennyezi a környezetet, meg ilyen. A rendezvényen ismét megszervezték a legkisebbek számára az aszfaltrajzolás programját is, amely során a forgalom elől elzárt területté, így egy hatalmas rajzvászonnál változott a Kossuth utca. Ide érkezett a kincskereső óvoda csoportja is, akik Ignát Mária értő irányítása mellett alkothattak. A Hajdúbeszélményi kincskereső óvodából érkeztünk, az Ovisúli csoportnak a óvónénie vagyok, minden évben részt veszünk ezen a rendezvényen, örömmel várják a gyerekek, nagyon szeretnek biciklizni, rollerezni, és különböző járművekkel játszani. Mindig készülünk a rajzversenyre, és most is volt egy rajzverseny, amire beneveztünk két gyerekkel, az intézmény négy gyerekkel, és a fődíjat elhoztuk, az első helyet. Nagyon-nagyon büszkék vagyunk a gyerekekre, és most is nagyon-nagyon készültek erre a mai napra, mert már napok óta hajtogatják, számolják a napokat, hogy mikor is jövünk ide erre a rendezvényre. Lakatos Viktor Manuel a kerékpár mellett a rollereket is nagyon szereti. Lólelekvár, meg motorok. Miért szereted? Szerinted miért is jó a biciklizés, rollerezés, motorozás? Mert jó tesz a lábunknak. Milyen gyakran szoktál egyébként biciklizni, rollerezni? Csak az óvodában, vagy otthon is elő szokott kerülni a családban? Azért, mert otthon szoktam játszani mindig a lólelekvár, meg az elektromosokkal. Itt a mai napon, hogyha jól tudom, már elkezdted a rajzodat. Mi az, amit rajzoltál? Egy ott, meg a nevem. Mert hogy? Miért is szeretnéd ezt a holdat? Milyen színűre fogod kifesteni? Sárgyára. Már a hold a sárga. A délutánt a mobilitási hét keretein belül meghirdetett rajzpályázat eredményhirdetése nyitotta, ahová összesen 119 alkotást küldtek be a böszörményi gyerekek. A több kategóriában meghirdetett programon Sűrés István alpolgármester köszöntötte elsőként a kicsiket. Elmondta, az idei évben a mindannyiunké a tér mottóval hirdették meg a programot, és a gyerekek leginkább a főtér által nyújtott lehetőséget ábrázolták rajzaikkal. A három kategóriában meghirdetett verseny eredményeként az óvodások közül a kincskereső óvodás Kis Amira érdemelte ki a külön díjat, míg a korcsoport első helyezettje a Napsugár óvodás Török Laura lett.
Az alsósok versenyében Elek Tamás, a Baltazár iskola diákja számára ítélték oda a külön díjat, míg az első helyet Csellei Szabolcs vehette át. A felsősök közül pedig az ötvös iskola diákja Elek Fanni lett a zsűri döntése szerint a legimpozánsabb alkotás készítője. A délutáni órákban már indult a regisztráció a körút körbekerekezéséhez, emellett pedig különböző kísérő programokkal is szolgáltak a szervezők. Így a Fit Body Fitness Gym edzőteremben helyet kapó gyermekfoglalkozások mutatkoztak be a színpadon. Elsőként a Kelemen Team karate bemutatóját láthattuk. Kelemen Team Karate Egyesület vagyunk. 2022-ben alakultunk itt Hajdúböszörményen, tehát egy friss egyesületről van szó. A nemek összetételében vegyes a korosztály, de meglepő módon egyébként nagyon-nagyon sok lány jár hozzánk, ezért bátorítok mindenkit, hogy jelentkezzen hozzánk. A korosztály egy, úgy lehet mondani, hogy alsós korosztály vannak általában a gyerekek. 8 és 9-10 éves a korhatár igazából. Nagyon-nagyon ritka az, amikor egy felsős is beesik hozzánk, illetve az egyesületben járnak felnőtt szenior korosztály is megjelenik nálunk. Mit tapasztalsz a gyerekek motivációja? Mennyire tartott ki akár az előző tanévtől az idei tanévig? Mennyire volt nehéz visszarázódniuk a szeptemberi robotba újfent? Én úgy gondolom, hogy mint minden sportágnak a nehézsége ugye a mai és mai kor generációinak a motivációnak a fenntartása, és azt lehet tapasztalnom, hogy szeptembertől június végéig, míg az iskola tart, addig aktívak, és mi is elkezdődik a nyár utána, már rögtön nem érnek rá, mert rengeteg program van, ami természetesen meg is értető. Sajnos nálunk is az volt, hogy egy visszaesés van, és ahogy elkezdődött az iskola, minden visszaállt a rendes kerékvágásba. Jelenleg egy olyan 25-30 fővel büszkélkedhetünk. Mivel készültetek a mai napon? A mai napra egy rövid kis ízelítőt szeretnénk adni a nézőknek, hogy mi is az a valójában ez a karate, az alaptechnikáktól egészen a készségfejlesztő, motorikus készségek, és utána a küzdőtechnikákon, illetve utána egy küzdelemmel fogjuk lezárni ezt a napot. Fekete Mirella hip-hop műfajban készített fel gyerekeket az autómentes nap programjára. Hát ez úgy történt, hogy ugye van uzonyedit, akinél táncolunk, és kérdeztem, hogy van-e bármilyen esemény vagy alkalom, hogy fel tudnám léptetni a csapatot, mert tavaly novemberben kezdtem el őket felkészíteni, és már úgy gondoltam, hogy már ideje volt megérni a csapatnak, mondom, eljönnek egy fellépésre, és mondom, hát akkor itt az ideje, két számmal fogunk készülni, elsőnek a kicsiket lehet majd látni, ők egy ilyen eléggé hip-hopos, modern vonalak, az én számom pedig inkább egy ilyen old school-osabb, régisebb hip-hop tánc lesz, szóval maximum 5 perc lesz az egész, és szerintem nagyon eseménydús lesz és tartalomdús lesz. Mi jellemzi egyébként a hozzád járó gyermek közösséget? Az elején nagyon meg vannak szeppenve, egy kicsit tartanak, mivel egy olyan közegbe érkeznek, akik már össze vannak szokva, de mindig azt hallom vissza, amikor jön egy új diák, hogy mennyire tetszik nekik a közösség, mennyire felszabadultak, mennyire jó a hangulat, és mikor jönnek, visszatérnek hozzám, azt látom, hogy már fel vannak szabadulva, és nem az a feszültség van bennük, hanem az a jó kedv, vidámság, és látom ezt a mozdulataikon is, hogy mennyire vidámak, és mennyire élvezik is ezt valójában. Hajdúböszörményben minden esztendőben a körút körbetekerése hagyományos program. A táncos produkciókat követően mindenki rajtra készen várta a nagy körút körbetekerését, amely előtt Sőrés István köszöntötte a megjelenteket, és kívánt balesetmentes, biztonságos közlekedést a kerékpárosoknak. Lakatos Imréné számára a biciklivel való közlekedés a mindennapi élet része, és nagyban megkönnyíti életét. Minden nap sokat biciklizek, szeretek is menni. És ez a táv, a körút körbekerekezése jelent megterhelést akár? Nem, szoktam menni, magam is megyek, mert kell a sport. És most kivel érkezett erre a mai napra? A
nagyobbik fiammal, meg az unokámmal, a kisunokával. Ó, hát ő is jön mindig. Ma 5 éve biciklizik egyedül, úgyhogy jövünk egyedül, szoktunk jönni. Ezek szerint akkor a családban ez egyáltalán nem rendhagyó, és nagyon-nagyon szívesen. És ez az autómentes nap, ez az első így közösen a három generációnak, vagy ez is már? Menni néha, igen, szoktunk, mert nem sokat, de összehozzuk az időpontot általában. Az erdőbe szoktunk kimenni, a hatház erdőbe. Jó, jó érzés. Jobban tudok aludni, pihenni. Jó. A gimnázium 7. osztályos közösségének néhány tagja közösen tekerte végig a körutat. Igen, először jöttünk ide ki, és a barátaimmal jöttem ki. Ez, hogyha jól tudom, ez elsősorban az osztálytársi kapcsolat? Igen. Hányan vagytok összesen? 34-en vagyunk osztálytársak. Hát vagyunk vagy 15-en. Mi is az, amit számodra jelent a biciklizés? Mennyire gyakran kerül elő a mindennapokban? Hát hetente egyszer-kétszer. Iskolába esetleg, közlekedési eszköz? Vagy túl sok a teher, és inkább más eszköz használ? Gyalog szoktam jönni. Miért tartod egyébként ezt fontosnak? Egy kisvárosban élünk tulajdonképp, de én azt gondolom azért megosztott nagyon a kép, akiket eddig is kérdeztünk. Van, aki kifejezetten praktikusnak tartja a biciklit, de van, aki azt mondja, hogy bizony sokat egyszerűsít a dolgon, hogyha autóval érkezik. Hát van úgy, hogy könnyebb autóval is, de hogyha mondjuk könnyebb a táska, akkor jobb, ha biciklivel jövünk. Na és kedvesem, veletek mi a helyzet? A te életedben mennyire gyakran kerül elő a bicikli? Hát nem sokszor szoktam biciklizni, mert anyukámnak ugye van egy kocsija, és inkább azzal közlekedünk, főleg, hogyha messzire megyünk. Nem. És erre a mai napra milyen szívvel érkeztél? Hát boldogan jöttem, mert ugye a barátaimmal találkozok. És szerinted kihívás körbe kerekezni a körutat, vagy ez kis újból fog menni? Szerintem is. A felénél szerintem egy kicsit holdponton leszünk. De azért szerintem nem lesz olyan nehéz. Kovács Csíkos Éva három kisfiával először tekerte végig a körút teljes szakaszát. Ez az első, mert a nagy gyereknek az osztálya is részt vesz, és a többivel is jönni kellett akkor. Mekkora kihívásra számítasz végig? Fogja az ifjúság is tudni szerinted tekerni ezt a néhány kilométeres távot? Hát remélem. Remélem, mert nekik kell engem hazavinni, ha én nem bírok. Mennyire gyakran kerül egyébként a ti családotokba elő a bicikli? Mennyire jellemző, hogy biciklivel kell útra ez a család? Nagyon szeretünk biciklizni, de reggel iskolába és óvodába biztos, hogy nem indulnék el vele. Három gyerekkel egyedül, meg a sok cumóval. És egyébként mit tapasztalsz? Mennyire szívesen veszik elő a gyerekek a bicikliket? Szeretik nagyon egyébként, ők előveszik, sűrűn. Urbán Alexandra kislányával, Fodor Fannival érkezett a programra. Igazából az osztálya miatt jöttünk ki, másodikos a kislányom, szeret sportolni, most is voltunk kint az utórőházban is futni, tehát nekünk ez nem újdonság. Most szerdán megyünk Debrecenbe futni osztállyal, úgyhogy sport miatt kijöttünk most. Milyen gyakran kerül elő a családban egyébként a bicikli? Gyakran. Az autót is használjuk, bevallom, de azért a bicikli sem utolsó. Kedvesem, most hozzád fordulok. Mesélj nekem egy kicsit magadról. Miért is szeretsz biciklizni? Szeretsz? Jó dolog a biciklizni? Igen. Azért, mert nagyon sportos, és szeretek sportolni. Anyukád említette, hogy nem csak a biciklizés, hanem a futás is egy kedvenc sportág. Ezek szerint más dolgokat is szeret kipróbálni. A futást például, meg a tornázni, meg táncolni. Nyugodtan mondhatjuk akkor, hogy a bicikli az egyáltalán nem megterhelő számodra. Ez a körút körbetekerése könnyen fog szerinted menni? Igen.